Na, üdv mindenkinek, sziasztok! Akkor el is kezdjük ezt a sorozatot is, ami, mint látjátok, már megvan magyarítva, mármint a játék. A Jedi Akadémia megvan magyarítva, ugye a feliratok is, meg minden egyéb magyar lesz, ha csak feltéve beállítottam a feliratokat. Egy pillanat, mert nagyon hangos a játék. Oké, így nekem talán már jó lesz. Hangok. Hangok vitrátája, minden tökéletesen jó. Azt hiszem alapból van felirat, de nem vagyok biztos benne. Ha valamit esetleg nem értenétek, akkor megpróbálok fordítani. Oké. Szöveg magyar, beszéd angol. Feliratok átvezetőknél. Hát, ha csak így lehet, akkor az átvezetőknél lesz, és szerintem nem is húzom tovább. Kezdjünk bele egy új kalandba. Padawan vagy Jedi szint. Szerintem Jedi szintnél maradhatunk, csak nem lesz olyan nagy probléma a dolog. És ez volt az én korábbi beállításom, úgyhogy most is ez marad. A kék lézerkarddal együtt. Úgyhogy vágjunk is bele. Kicsit sokáig tölt a játék, mert azért megterhelő picinke kis gépemnek ez a dolog. Most ugye nem az OBS-t használom, mert azzal fel se tudnám venni a játékot sajnos. Átváltottam erre az időre Fraps-re, és Audacity-vel veszem a kommentárt, hogy ügyesen meg lehessen ezeket szűrni a felvétel után. Ne legyenek ugye zúgások felvételben. Nagyon úgy tűnik, hogy az átvezetők, mármint az ilyen átvezetők, amik videó alapúak, nem lesznek magyarok, mert ugye ez valamiféle videóformátumban van letárolva, azt hiszem Bigben, de nem vagyok ebben biztos. Viszont ami megy, az én addig elhallgatok, aztán majd magyarázok utána. We'll be arriving at the academy in just a few minutes. That would be so great! Aren't you excited? We're going to be Jedi! Learning the ways of the Force, building a lightsaber? Ah, of course, you already have one. I'm gonna get one of those stupid training sabers and then... I wouldn't worry about that. I can't help it. I want to make a good impression. You seem really nervous. Aren't you? I mean, well, why would you be? You already have a lightsaber, so you're probably way ahead of me. I'm Rosh, by the way. What's your name? Jaden. So where'd you get that lightsaber? Well, it's kind of a long story. I found myself on... Hold on! Ah! Academy to Yavin Runner 2. Do you copy?
Loud and clear. We made an emergency landing several clicks west of the Academy. Is everyone all right? I think so. Good. We'll send a shuttle to pick you up. Can you lead the students to the nearby Masasi Temple? Affirmative, Academy. We'll meet you there. Na, és akkor most töltöget egy picit a játék, én pedig közben remélem, hogy nem akad ki semmi. Remélem egyébként, hogy ezt a stabil 29 FPS-t, esetleg 23-at, ha ennyire visszacsökken, meg tudom még tartani a játékkal. Másrészt remélem, hogy nem lesz zavaró ez. Oké, információ a küldetésről, tab alatt ezt meg lehet nézni. Meg kell mentened Rosh haverod a szírtről. Ugye azokkal a trükkökkel, amiket most bevezettem így a kicsit modernebb játékokhoz, mert ez nem annyira modern, mint a mostaniak. Tehát az a trükk, amit most bevezettem, kis segítség számomra. Na, nem bírja kivágni. Ugye, hogy az alját kellett volna céloznom. Oké, gyere. Thanks, Jaden. Let's get to the temple. És már is egy új küldetéselem. Juss el a Masasi templomhoz, ha jól mondtam a nevét. Gyertek csak. Ezeknek a dögöknek az a rossz tulajdonsága van, azon kívül, hogy az életerőt leveszik, hogy elég hangosat tudnak kiabálni. Azt hiszem, ebben a részletben még nincsen más fegyverünk. Egyébként remélem, hogy tetszeni fog a végigjátszás nektek. Hoppá, már csinálj is az akciót ez a dög. Oké, befejezte. Na szóval remélem tetszeni fog nektek a végigjátszás. Én igazából már régebben, valamikor nagyon régen elkezdtem ezt a játékot, de felénél vagy a háromnegyedénél abba hagytam. Úgyhogy talán a videó még arra is rábír, hogy teljesen végigvigyem. Sőt, nem talán, hanem ez biztos. Ezért is szerettem volna egy kicsit bővíteni a tartalmát a csatornának. Oké, már csinálom is. Mindenképp szerettem volna egy kicsit újabb játékokat, vagy ismertebb játékokat bevezetni. Már a legelején, csak nem tudtam, hogy hogyan oldjam ezt meg, mert ugye az OBS-t az sehogy nem tudtam rábírni, hogy normálisan vegye fel ezeket. Le vagy dobva. Így most jelenleg Frexel veszek fel, mint mondtam, és a kommentár részét az Audacity egy külön csatornán intézi a dolognak, hogy utólag meg lehessen szűrni ezt a érdekes háttérrajt, amit produkál a számítógépem. Maybe you should check it out. You're the one with the lightsaber after all. Mert persze, hogy nekem van fénykardom, te meg egy béna vagy. Őrvola még érdekes dolgok fognak a játék folyamán kiderülni. Hopp, ezt talált, de nem eléggé. Hopp, egy szit. Na gyere! Ebből sajnos beszedek egy-két ütést tőle. Le is vagy győzve.
What? Huh? What? Who are you? Kyle Katarn, at your service. Welcome to a day in the life of a Jedi. What happened? We were kind of hoping you could tell us. I saw a huge flash of light and ran over to find you, just lying unconscious. Do you recall anything? I saw three people. One was holding some sort of scepter and it was glowing. That's all I can remember. A scepter? That sounds bad. Are you able to stand? Yeah, I'm okay. I sense a disturbance in the Force. You always sense a disturbance in the Force. But yeah, I sense it too. It could just be residual dark side aura from this temple. Perhaps. Kyle, why don't you... stay here and investigate? I'd love to. Why don't you take the kids back home now? Be careful, Kyle. Everyone, follow me to the shuttle. I think that was Luke Skywalker. I can't believe it! Már folytatódik is a videóbejátszás, felirat nélkül. Legalábbis egy pillanat erejéig. Did you recover Skywalker's records? Yes. With all the Jedi in the jungle, it was almost too easy. Excellent. Na ja. Innen persze Kyle minket fog majd küldetésekre vinni, de nem akarok túl sokat spoilerezni, úgyhogy ne haragudjatok. Here we will train you in the ways of the Force. You will learn to defend yourself with a lightsaber. You will also study diplomacy, history, and more. It has been the practice of the Jedi to assign each student to a master. However, since there are still so few of us, we will be assigning multiple students to one master. So, Rautheron, you will be assigned to Master Horn. I can't wait to begin my training. Rosh Pennant, you will be assigned to Master Katarn. Jaden Kor, you'll also work with Master Katarn. Now, let's begin with your first lessons, and may the Force be with you. And there was nothing, but the area around the temple felt strange, like its dark side aura was gone. Troubling. But let's look into this later. Your students are ready to get started. Master Katarn, it's an honor to be serving under you. First off, just call me Kyle. Titles make my skin crawl. Secondly, you're not serving under me. I'm going to teach you, and you're going to learn. That's it. I'm sorry. I didn't mean to offend you. Don't worry, Rosh. You didn't. I've been offended by professionals. Now, let's see what you two kids can do. Follow me to the training grounds. Na és akkor most ugye bele is kezdünk ebbe a training dologba, viszont jó páran ismerhetitek ugye a Star Wars sorozatot, mint filmet, úgyhogy ez biztos nem lesz különbség az elővel kapcsolatban, meg úgy tetszeni fog az egész mindenség. Remélem az én kommentáromban is, bár ezt már mondtam. This is one of the many training grounds here at the Academy. I'm going to put you two in separate courses. When you're ready, Jaden, go through that door. Rosh, follow me. Na, ezt a kis jelenetet, mármint ezt a kiképzéses pályát azért figyeljétek meg, mert lesz benne egy meglepetés. Szóval irányuljunk arra, merre a mester mondta. This course will familiarize you with your core Force abilities. These are powers that every Force user has. As you progress in your training, you will learn new abilities. Both the light and dark sides will be open to you. Remember, abilities are not inherently good or evil. It's how you use them. Every Jedi is naturally stronger in different areas of the Force, and it will be up to you to decide what to focus on. Kár, hogy nem feliratozza ezeket a kis részeket, mert az a helyzet, hogy itt is érdekességeket mond az erőről Kár mester. A hangi hibák pedig lehet, hogy nem is hibák. Lehet, hogy így tervezték. Hopp.
egy találat. Gyerünk, öcsém, tudsz te többet is. Persze, ha nem szaladnál bele. 2, 3. Rás már végzett. Gyere, öcsém. Még egy van. Ezek szépen sorba jönnek. You did well too, Jaden. Your lightsaber is an invaluable tool. Even when inactive, it can defuse a potentially volatile situation. Trust me on that. As you train, you'll learn additional fighting styles. Changing styles during combat can surprise your opponent, allowing you to gain the upper hand. From here on out, we'll talk via comlink in each area. Let's move on. Rendben van, csak nyisd ki az ajtót. Na, itt lesznek ugye haverjaink. Bár nem hiszem, hogy foglalkoznunk kell velük, inkább haladjunk arra, merre a mester mondja. Át a hídon és tovább. Na. Ezeket sorba meg kellett jegyeznem, ugye az F1 az a lökés, az erőhasználat. Hey Jaden, this should keep you busy till I finish the course. Íme a meglepi. De ez nem olyan nagy küzdelem, mint aminek látszik még így. Ezen a fokozaton legalábbis. Könnyedén darabokra lehet vágni ezt a fickót. Ha csak nem ő vág darabokra mindjárt engem. Jó, ez nem következett be szerencsére. Akkor haladjunk is. What took you so long, Jaden? Nothing. You're sure? It was nothing. To get to the next area, you must pull a lever somewhere in the room. But you can't reach the lever with your hands. Remember to examine your environment carefully. When you're out on a mission, if you find a locked door, look for the guy in charge. He usually has a key. Okay, és most azt tanuljuk meg, amit Jaden már az előző kis idejutós küldetésnél megcsinált. Kinyitjuk az erővel az ajtót, és kezdődik a móka és a kacagás. Solutions to problems aren't always obvious. Use your force sense to see if you can find a way out of the room. Azt hiszem a sense az a 4-es, de nem vagyok biztos benne. Szuper! Akkor ezt a 2-t már ki is tudjuk húzni. Melyik volt a másik? Az ott. És ennyi, gyakorlatilag haladhatunk tovább. Na. Ha akarna arra is szaltózni, amerre én mondom neki, az jó lenne. Oké. Okay. Remélem nem hallottok túl sokat a billentyűzetből. És itt, ez az az ajtó, ahol mennünk kell tovább. Na, ez azt hiszem az F3, szóval itt abban kell ügyesnek lenni, hogy szerintem le kell csukassak egy ajtót mindenképp. És akkor most rákapcsolok, és egy C-vel begurulok ide. Ez az, gyakorlatilag megvan. A haladási irány pedig erre tova. So, did I win? It wasn't a competition. I'm sorry, I'm not the one you should be apologizing to. It's no big deal. You said yourself this wasn't a competition. Hey, it was just a joke. I didn't think it would... If that droid was set to Luke's training regimen, it would have killed Jaden. What were you thinking? Jaden, I'm so sorry. I can't believe I mean, I wasn't trying to... Save it, Rosh. Jaden, you have a right to be angry. But believe me when I say you don't want to feed that emotion. I understand, Master Katarn. Apology accepted, Rosh. Good, that's settled. And remember, it's Kyle? Yes, Kyle. Sure thing, Kyle. Okay. You're both ready to start putting what you've learned to use. Let's see how you do in the real world. Kyle, I did
did some research on that strange mark from the clothing we found at the temple. It is the symbol of Marco Ragnos, a Sith Lord that died almost 5,000 years ago. 5,000 years? Are you serious? Oh, wait. Of course you're serious. While you're out training your students, be on the lookout for information regarding a group affiliated with Ragnos. Sure thing, Luke. Oké, gyakorlatilag most akkor. We've received countless requests for assistance from all over the galaxy. Since we believe in learning by doing at the academy, students of all levels help with these requests. Since you're an initiate, however, Kyle will travel with you on most of your missions in order to instruct you and ensure your safety. Na ezt még gyorsan megcsinálom nektek, ezt a Tatooine-i küldetést, ahol zsoldos aktivitás. Oké, szerintem ebbe vágjunk bele. Olvassátok el, hogyha akarjátok, pauzáljátok le addig a videót, de én itt haladok tovább. This one sounds like it could be nasty, so I'll be going with you. You'll find some of the galaxy's worst lowlifes on Tatooine. Oké. És csak kapok egy súgót. Én szerintem a healingre dobok egyet, mert az a kedvencem. Mi azt illeti, azt hiszem a hára állítottam ezt, és ez egy nagyon hasznos dolog. A fegyver pedig a szokásos lézerkard. Ezzel a kettő kombóval plusz ez a trip mine. És kezdhetjük is a küldetést. Millennium Falcon. Han, Chewie, anybody here? I guess they're out. Luke's info was good. These are definitely freelance cargo ships. I've got a bad feeling about this. Listen, stay here and guard the entrance to the docking bay. If anyone tries to enter or leave, detain them. I'll head over to the crate cantina and ask around. I know some people there. Jedi? Me? No, not yet. I'm one of Kyle Katarn's students. He's talking to some locals. We're investigating a cult that's been cropping up everywhere. You must be Chewbacca. Why are you here? Leia Organa? Wow, must be important business. Na és innentől kezdődik a játék. Engedelmetekkel én itt egy külön mentést csinálnék. Jól csináltam én ezt? Nem, mert el kell mentenem még egyszer. Azért csinálom ezt egyébként, mert könnyű itt meghalni. Na, kardot elő. Illetve lehet, hogy nem is a kardot kéne használnom, hanem valami erősebb fegyvert, mert a kard az itt nem feltétlen nyerő. Mesterlövészkednem kell egy kicsit Jedi létemre. Ez az. Vannak még itt szerintem. Aha, már jönnek is. ...23 lövedék. Jól látom? Ez gyenge. Jedi.
Ez is tetszik egyébként, hogy FPS módra vált a játék, hogyha olyan fegyvert kezdünk el használni, ami azt igényli. Oké, ezt kilőttük. Egyébként én jobban szeretem a lézerkardot, ha már ugye Jediről van szó. Legalábbis játék címe az, hogy Jedi Akadémia. Vagyis az alcím. Na most ment le egy kicsi az életerőmből, vagy ez csak a pajzsom? Good idea. We won't be such easy targets inside. Na ne, üssed már meg. Ez az. Akkor most kicsit menőzök. Nesze. Gyakorlatilag egyébként azért jobb a lézerkard, mert abból végtelen dolgunk van. Ugye elvégre nem lőszerrel működik, úgyhogy nem fogy egy könnyen. Hú, ez nagy fegyver. Nekem ez elég bőven. Fejlővés. Ami érdekes, hogy nem hal meg tőle. Oké, ez azt hiszem életerőtöltő, ugyebár. Vagy nem, ez pont az erőhöz tartozik. Amit nem nagyon gyakran használok még jelen pillanatban. Ennek annyi. Ennek is annyi. Hogy de. Ellövöldöznek ezek. Na ez... Maradok ennél a fegyvernél most. Amíg zajlik a tűzharc. Toppeló. Hú, ketten is vannak itt, én meg kint vagyok harcmező közepén. Néha hasra a fejükre ugortok. Azt hiszem... Kösz, Chewie. Alakul. Na, ezt gyorsan megmutatom, szóval H. És akkor az erővel gyakorlatilag healelitek magatok, hogy ne legyen könnyű halál. Oké, kicsit megmutatom a nagyobb. Au. Szóval a nagyobb kalibereket is. Mert kicsit megtanulok célozni, amíg akadozgat a hang. Ide. Mert azért jobban is figyelhettem volna, hogy milyen irányból jönnek. Hűha. Ez azt hiszem a biztonsági rendszer lesz. We can't get to the ships. The whole place is locked down. Ja. Oké, szerintem gyors hílelés. Ez egy nagyon hasznos dolog, ugye, mint már mondtam. Csak ilyenkor elteszi a lézerkardot, ami nem feltétlen nyerő. Mennyit beszívok. Nesze neked? Van még valahol valaki, aki akar egy löketet a lézerkardomból? Nem, hanem más jellegű volt. Chewie őt is elintézte szerencsére. Oké, életerő töltés, de nekem van ilyenem, úgyhogy erre nincs szükségem. Lássuk csak akkor most ezzel elvileg deaktiváljuk a dolgokat? Nem. Vagyis nem hiszem. Vigyázz, mielőtt még meg... Aha. Itt egyszer elakadtam igazság szerint. Úgyhogy most igyekszek egy kicsit jobban odafigyelni, nehogy még egyszer előforduljon. Erre tovább. Gyere, Chewie, hol vagy? Nagyon elvagytok azokkal a fegyverekkel, de az a helyzet, hogy nem sokat értek ellenem. Úgy elég mentettem a játékot, lehet, hogy kéne most is.
Na, ezt ki kéne nyitnom? Nem, arra kéne tovább haladnom. Kicsit más jellegű kaliberrel. Vagy nem. Aha. Oké. Most már tudom, merre kell menni. Na, azért ki szeretném próbálni ennek a fegyvernek a másodlagos funkcióját is, ha van. Nincs. Viszont ellenfelek mindjárt lesznek, van egy olyan érzésem. Jó. Ha már ilyen tiszta a telep, akkor erre körülnézek, és itt egy ajtó, ami zárva van. Akkor lássuk csak. Erre semmiképp. Mi van, ha esetleg a hajót közelítem meg? Semmi az égvilágon. Viszont ott van egy ajtó, ami talán... Aha. Itt várnak minket a meglepetés pajtások. Azt nevezem támadásnak. Szép lett volna a telibe kap. Csak én. Nagyon mellé. Oké, megvagytok. Az a helyzet, hogy életerőügyileg jól állok. Szerintem is. Mintha nem lehetne kikerülni a bombátokat. Megvagy. Egy kicsit többet használnám és jobban céloznák vele. Ajaj! Hílelés. Durva lövést kaptam be. Nesze! Ezt utálom. Na öcsém, hol is vagy te? Ez is szép volt. Az ő részükről legalábbis. Nekem annyira nem jött be, mert így elég durva mennyiségű életerőt veszítettem. Na, akkor ez a kaliber most tök jó lesz. Várjunk csak. Neki is elég nagy fegyvere van. Ami azt illeti, nem jó. Ez a fegyver nem jön be, de... Jézusom, mennyit sebez. Elég sokat bénázok mondjuk én is, de azért ez nem semmi. Ezzel mondjuk védekezni tudok valamennyit. Nesze, öcsém. Oké, futás. Ó, a franc vigyen el. Ez közel volt. Ez közel volt, szóval itt most gyorsan kéne egy F12-t nyomnom, ami elvileg a Steamnek a dolga. Lehet, hogy azt is látni fogjátok. Vagy hallani inkább. Egy gyors mentést eszközöltem, plusz bejött egy képernyőmentés. Nesze. Meg áthelyeződött az FPS mérce is, mert a prepsbe meg az a piros számoknak a mozgatója. Az F12-es gomb. Nem baj, majd ezt visszavariálom, nagy gond nincs belőle szerencsére. Itt viszont vár minket egy Jedi is. Aha, gyere öcsém, küzdjünk meg. Nem akarsz? Túl béna vagy te hozzám. Jó.
Ez kegyetlen. Ma valahogy nem akarnak összejönni a dolgok. Na gyere! Az a helyzet, hogy ekkoricska FPS mellett nem nagyon jön össze. Megvan! Hirtelen lement 22-re, ez zavaró lehetett számotokra. Egy sötét harcos várt minket, vagyis egy szép. Meg egy hangbug. Oké, egy gyors hílelés. Mert ez brutálisan durva volt. Lézerkard elő, és megyünk is vissza a Millennium Falconhoz, azt hiszem. Lássuk csak, hogy... Hello, Chewie! Na, menjünk! Kifelé, vagy egyenesen? Tova? Ja, tova. Aha. Itt is vár minket valaki. Ugrálni jól tudok, de célozni már úgy néz ki kevésbé. Vagy pedig ennyit érnek a fegyvereim ezen a fokozaton, nem tudom ezt. Aki jobban tudja, az írja meg. Vagy a karakter béna hozzá még. Nem, ez nagyon úgy tűnik, hogy gyenge a fegyver ezen a fokozaton. Annyira nem logikus, de nem is rossz dolog. Jó, melyik fegyvert szedjem elő ez a majomhoz? Nesze! Oké, elvileg... Aha. Ott szemben van egy dumagép. Jó, ezt már stílusosan intézem el. Társával együtt. Ilyenkor szoktak védtelenek lenni egyébként. Szevasz, öcsém, neked is annyi. Oh, did I miss something? Good to see you too, Chewie. Guess these mercs didn't want us here. That's high praise coming from a Wookiee. Thanks, I think. These mercs aren't cheap. Someone in this cult must have a lot of credits. Or worse, it's backed by the Remnant. Listen, we gotta get back to Luke and tell him what's going on. Can you tell Leia about the cult? If he hadn't shown up when he did, I'd have been in a whole lot of trouble. Yeah, well, the way Chewie tells it, you held your own. Nice work. Kyle told me about what happened in Mos Eisley. It's a good thing Chewie was there, but you did well regardless. It looks like this cult and the Imperials may be working together more closely than we thought. És mindig milyen érdekes fejet vágnak be ilyenkor. Na. I've been looking into the shuttle crash, and it doesn't look like laser damage or a mechanical failure was responsible. It's almost as if something just tore apart the engines. Az összes. Oké, a következő szintén egy Tatooine-i küldetés lesz. De ezt most csak elfogadom. Blue Milk Run, kid. But it'll give you a chance to pick up some negotiating skills. Let's head to Tatooine. Oké, hadd töltse be a játék, miután a erő elnyelés 20 másodperc. Szerintem inkább a híles dolgot, ez. Akkor őt, és a szokásos, és irány a küldetés.
Ami ez azt illeti, itt mindjárt csinálok is egy nagy mentést, hogyha betöltött a játék. És szerintem innen fogjuk folytatni, hogyha lejátszotta az elejét majd a pályának. Jawas, never around when you need them. Tracks. Maybe they've already come and gone. Go see if you can find their sandcrawler. They might have stopped in that canyon. I'll talk to the moisture farmers, see if they know anything about this cult. All right. Don't worry. Jawas are pretty friendly. Okay, és akkor mielőtt belevágnánk, illetve már nem vágunk bele, csinálok gyors egy nagy mentést. És akkor innen fogjuk folytatni, srácok. Remélem tetszett ez a irány, amit elkezdünk így hirtelen. A picit modernebb, de mégis annyira túlságosan új játékok felé. Egyébként mást is tervezek majd a csatornára. Azt majd látni fogjátok. Viszont én köszöntöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, osszátok meg Facebookon, Twitteren, meg ahol még szeretnétek. Következőkig, sziasztok!